Önkéntesek júniusi adásra. Segítő embereket bemutató magazinunkban rögtön a legnagyobb hazai önkéntes megmozdulással kezdünk. Képzeljék el, több mint 100 000 önkéntes jelentkezett a TESZED-re. Én is várok a soromra, és arra, hogy találkozzak néhányal közülük. Zafar Ádám, öröknek a TESZED-re, ugye? Hányan jelentkeztek az akcióra? Hát, kb. 12-12. És könnyű volt találni jelentkezőket? Igen. Tehát szívesen jönnek ők is a látássérültek segíteni. Persze. Meg akarják mutatni, hogy ők is éppen olyan hasznos tagjai a társadalomnak, mint bármelyik látó ember. Képzeld el, egyébként, amikor itt jöttünk, akkor bizony igencsak szemetes volt ez a környék, sajnos. Igen, és a legveszélyesebb az a sajnos a kutyapiszok, kutyahagyaték. Az, ilyen megszépítő jelző. Igen. Amiben rendszeresen beleléptek, vagy a fehér botot belenyomja az ember véletlenül? Hát ugye nem veszük észre, és rendszeresen belelépünk. És hát az nagyon ciki tud lenni, és nekünk van kutyánk, de hogyha levisszük sétálni, akkor mi mindig viszünk magunkkal nejlonzacskót, és összeszedjük. Uh-huh. Jó van, most pedig azt javaslom, hogy akkor menjünk el együtt, szedjük a szemetet Zolival. Jó. Meglátjuk, hogy hogyan tudok segíteni neki, de segítségére szeretnék lenni. Rende. Jó? Mennyire látsz, mennyi százalékban, ugye úgy szokták ezt mondani? Hát ezt így nekem nehéz, mert én pont azt nem látom, amire éppen nézek. Tehát nekem a középlátásom, az éles látásomért felelős. De te valamennyit látsz, ugye? Én látok. Opa. A szemetet észreveszed? A szemetet észreveszed, ha szemetes a város? Tele van. Hát sajnos van, akkor kezdjünk is bele. Jó. Beszálltok ide is egy kicsit segíteni? Persze, igen. Segítség mindig jó. Egész gyorsan megy egyébként ez a szemétszedés, én azt veszem észre. Tisztább lesz, mint úgy korábban. Ha itt végig jövünk ezen a kis részen, itt rengeteg van. Azt érzem a talpom alatt, hogy nem csak faágakon jövő keresztül, hanem egy rakat üvegszilánkon, vagyis bármi más hulladékon. Sőt, hát ugye még egy érzékszervünket megemlíthetjük, az orrot is. Na hát az a másik. Igen. Azt gondoltuk, hogy eljövünk, szedünk, és akkor az egyik kolléganő javasolta, hogy és miért nem visztek magatokkal látássérülteket is, és mondtuk, hogy ez végül is jó ötlet, mert végül is ők is tudnak segíteni. Milyen érzésekkel távozol haza majd innen? 2 éve veszettem el a látásomat, és akkor ez olyan érzés, hogy az alapítványnál, a szempont alapítványnál, ahol tanulok, ott azt tanultam meg, hogy vissza kell valahogy találnom a világba. Tehát, hogy ne építsek magam köré egy búrát, hanem tudjak együtt működni továbbra is. Kicsit ma kihúzhatom magam, és tudtam segíteni én is. Tehát nem csak én várok segítséget másoktól, hanem én is tudok segíteni. Az akcióban, ahova egyébként eljöttek a vak és gyengéllátók szemetet szedni, vannak látók, akik nem is tudták, hogy mi ide eljövünk, és forgatni fogunk. Zavarhatunk egy pillanatra? Míg a vakon egy gyengén látók is szeretnének tenni, ezért az ügyér ez mindenképp nagyon jó. Gondolom, ők is jól érzik magunkat, hogy kivehetik a közösség ezen részéből is az ő részüket.
Hát nem tudom, hogy hallotta, de pont ugyanezt mondták, hogy ez motiválja őket, és hogy igen. Na azt gondolják, mindig csak segíteni kell rajtuk. Igen, hát nem, mert pont ettől érzik azt, hogy ők ugyanúgy egyenértékűek a többiekkel, és semmi gyengeségük nincs, amivel ők ne tudnának ugyanis helytállni és segíteni. Bármit meg tudunk csinálni, csak akarat kell hozzá, kitartás. Ha az ember szeretne segíteni, és ha én szeretnék segíteni, és tudom, hogy tudok valahol, akkor ami tőlem telik, megteszem. Például ide is eljöttem, aztán amit tudok, megteszek. Tehát ugyanúgy én is sportolok, biciklizem, egy tandem egyesületben is, hát úgy. Kitekerünk az egyesületből két tandem biciklivel. Hova? Tehát a paralimpián konkrétan mi nem veszünk részt, mi kitekerünk a megnyitóra. Mondtad, hogy Londonig tekertek, nem tudom, hogy mennyi ideig tart, mi másodpercek múlva viszont már Debrecenbe leszünk, mert hogy az Úszó Európa bajnokság önkénteseit mutatjuk be önöknek. Izgalmas foglalkozás lehet, mondjuk a norvég csapatot kísérni a debreceni Európa-bajnokságon, úgyhogy még most van a születésnapja is a kedves hallgatónak. Na megleptük! 5-9 Somorjai Somának a helyi rádió munkatársai és otthon lévő családtagjai mellett mi is gratulálunk. A fiatalember egyike az Úszó Európa-bajnokság önkénteseinek, aki a 21. születésnapját az önfeled bulizás helyett kora reggeltől a skandináv úszókkal töltötte. Somorjaiéknál két dolog biztos. Egyrészt minden születésnapos kuglófot kap, másrészt imádják a sportot. Ezért is történhetett meg, hogy a család 4/5 önkéntesnek jelentkezett, amikor meghallották az erre szóló felhívást a debreceni rádióban. Jegyezzük meg azt is, a családfő László pedig szimpatizáns. Ő a munkahelyére megy ma. A feladat, mint megtudjuk, mindenkinek adott az egész hétre. Júlia orosz tolmácsként segíti a szervezőket, Péter az éremosztásnál kapott feladatot, míg Sebestyén a vízhordásban segítkezik az EB alatt. Szia, Zakar Ádám, önkéntesektől jöttünk. Ja, jut eszembe, boldog születésnapot kívánunk. Hoztam neked egy apró ajándékot, mert édesapád ügyeletes, úgyhogy iszonyat összem sokáig használ, szeretettel, boldog szállam. Soma a norvég úszó válogatott mindenese. Tőle kérhetnek és kérdezhetnek bármit. Segít eligazodni a sportcsarnokon belül és Debrecenben egyaránt. És talán azt is mondhatjuk, nekik most ő Magyarország arca. A szabad időket áldozzuk fel, érte, de szerintem mindannyiunknak egy örök élmény, mert hát itt olyan úszó nagyságok mászkálnak az úszodába, akikkel jobb esetben csak a tévébe találkozhatunk, és itt meg együtt ebédelek egy francia olimpiai bajnokkal, egy német világbajnokkal, és ezek olyan dolgok, hogy ezek az embernek úgy örök életre megmaradnak. Televíziós tápként a legtöbb helyen természetesen nem forgathatunk az úszó EB-n, és a legszigorúbb helyek közül is a legszigorúbb azt hiszem, hogy a dopinglabor, ahol viszont szintén önkéntesek dolgoznak Kövér Mária személyében. Mi a feladatuk pontosan? Regisztráljuk a bejövő és a kijövő sportolókat, akiket ugye dopingvizsgálatra invitáltak a laborban. Mivel, hogy mi a férjemmel együtt nyugdíjas orvosok vagyunk, amióta nyugdíjban mentünk, szomszédsági önkéntesek vagyunk a Csapókerti közösségi háznál. És önkéntes munkát vállaltunk, mert hát ugye a tevékenykedés, a mozgás, az hozzátartozik az emberi élethez, még ha nyugdíjas is, és ezért vállaltuk ezt. Akkreditáció, szállítás, medencetéri munkák. Ezeket ugyancsak önkéntesek végzik az EB alatt. De mint megtudtuk, önkéntesek dolgoznak a sajtóközpontban, és a versenyzők kosarait is önkéntesek hordják napi két műszakban. Hogy miért? Erre ezektől a lányoktól igen határozott választ kaptam. Meséltek el, milyen önkéntesnek lenni itt? Nagyon jó. Mi a jó benne? Fiúk. Vagyunk, az úszó fiúk? És láthatunk mindent. A felső testüket? Vagy... Igen. Közel lehetünk a versenyzőkhöz. Nektek ki a kedvencetek? A magyarom.
szervezői szemmel látni egy Európa-bajnokságot, mint sportolóként. Nagyon sok segítő van, tényleg a kosarakat ők viszik, és mindenhol, mindenben tudnak segíteni, úgyhogy tényleg ez egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolog egy verseny életében. Az úszó EB szervezői nem tagadják, önkéntesek nélkül esélyük sem lett volna ezt a világversenyt megrendezni. És ez nem magyar specialitás. Műsorunk szakértőjétől tudom, egy korábbi kontinensviadal szervezői kiszámolták. Az az érték, amit az önkéntesek nyújtottak az adott rendezvény megszervezéséhez, majdnem felért a szponzorok által készpénzben biztosított értékkel. Igazából az élmény az, amit kapnak ajándékba, és szuveníreket, amiben benne van az akkreditációs kártyájuk, amin rajta van a fényképük, és ezen kívül benne van a formaruhájuk, amit majd később mindig föl tudnak venni, és ez mutatja, hogy ők hová tartoztak egy napon. Ezek 227-en segítettek az úszó Európa-bajnokság sikeres lebonyolításában Debrecenben, és hogy miért mondom ezt a pici számot? Mert tudok egy nagyobban. 70 ezeren készülnek arra, hogy július végén az Egyesült Királyságban a londoni olimpiát segítsék a szabadidejük terhére ingyen. Közülük kettőt mi a Duna Televízióban 2 évvel ezelőtt bemutattunk, a London Civilben című filmünkből következik most egy rövid részlet. A londoni olimpia legaktívabb önkéntesei minden bizonnyal a trailblazerek. Belőlük összesen 83 van. Ők azok, akik minden héten egy teljes napjukat áldozzák fel a játékok sikeréért. David Bowert a már elkészült torna és kosárlabda stadion tőszomszédságában faggatom arról, hogy nyugdíjasként miért nem inkább otthon a kertjében pihen. Korábban is önkénteskedtem ott, ahol lakom, ez számomra természetes. Az olimpia szervezői által meghirdetett lehetőség éppen akkor jött, amikor nyugdíjba mentem. Mivel még több lett a szabadidőm, azt gondoltam, wow, ez jól hangzik, mégiscsak egy nagy világeseményben vehetek részt, és belevágtam. Persze már számoljuk a napokat visszafelé. Én nem vagyok válogatós, bármilyen módon szívesen segítek a szervezőknek. Ha kell, népszerűsítem a médiának az olimpiát, mint most önöknek, ha pedig arra lesz szükség, hogy a játékok ideje alatt egy parkolóban álljak és csak irányítsam a forgalmat, azt is szívesen megteszem. Amíg sikerül következő főszereplőnket elérni, röviden elmondom önöknek, témánk a vállalati önkéntesség, megpróbáljuk bemutatni önöknek, milyen az, amikor a menedzserek eldobják a zakót és az aktatáskát, és elindulnak segítői munkát végezni. Polgár Krisztián az egyik legnagyobb hazai energetikai multinacionális cég munkatársa. Az ő vállalatuk is benevezett az úgynevezett adásnapba, amely egy külföldi eredetű ötlet. A lényege, hogy egy napra, idén május 18-án félreteszik a profitot. Helyette munkásruhát és kesztyűt húznak, egy-egy jó cél érdekében. A cégünk belső információs rendszer az internetről értesült arról a lehetőségről, és örültem, hogy egy kicsit kimehetek a szabadba, és társadalmi munkát végezhetek. Mi lesz a feladat? Egy ilyen kastélynak a parkját kell kitakarítani, ilyen kertészeti munka valójában. Jól megy? Azért úgy látom, elkér itt egy segítőkész. Hoztam nektek egy fiatalembert önkénteskedni. A Dégi kastély május 18-ai rendbehozatalába én is beszálltam néhány izzasztó mozdulat erejéig. Más kérdés, hogy pont az általam választott csapat boldogult nehezebben. Pedig láthatóan Krisztián, a budapesti back office vezető is beleadott apait, anyait. Egy. Megvan. 9-1-re vezetünk.
Nagyon szép a táj, és jó edzés találkozni olyan kollégákkal, akik az országon másik felében jöttek. Mennyire fáradt el a munkában? Munkának érezte egyáltalán? Hát nem, mivel én hasonlóan otthon is nagy kertemben dolgozom, és hasonló jellegű munka, tehát én örültem neki, hogy végre egy kicsit kivettem az irodámat. Mit mesél otthon, mikor hazaért? Hát, először is azt hiszem, viszok egy sört, az lesz az első. Aztán elmesélem, hogy azért kellemesen elfáradtunk. Elmesélem a kastélyt, hogy néz ki. Szerintem nagyon szép lenne, hogyha egyszer valaha megcsinálják, akkor szerintem a helyiek büszkék lehetnek rá, hogy ilyen kincs van a kezükbe, és lehet, hogy még a családdal eljövünk erre esetleg kirándulni, megnézni a kastélyt, mert szerintem érdemes. Na, és akkor elmondom majd, hogy itt dolgoztunk. Nagyon jól érezték magukat. Ugye egy különleges helyszínre hoztuk őket, hiszen ez a Bégi Kastély Park, ez egy ilyen különleges helyszín, eltér azoktól a megszokott önkéntes programoktól, amiket egyébként látogatni szoktunk, hiszen a legtöbb esetben olyan helyszíneken járnak önkéntesek, ahol gyerekek vannak, idősek, mozgássérültek. Ez egy kicsit más jellegű program volt, és nagyon-nagyon élvezték, nagyon örültek neki, hogy itt lehetnek. A szervezők gyors mérlege szerint a 49 fős csapat valóban nem tétlenkedett ezen a napon. 11 darab óriásfát vágtak ki, 20 méter kerítést bontottak le, és mintegy 50 folyóméternyi utat tisztítottak meg a Fejér megyei kastély parkjában. Ha jó kedvel mennek el, hogyha beszélgetnek róla, hogy milyen jó volt a mai nap, hogyha érzékelik azt, hogy a beszélgetéseikből visszacsatolások jönnek arról, hogy jól érezték magukat, látszik rajtuk. Megmondják is. De akkor ma jó csapat volt, ugye? Nagyon jó csapat volt, igen. Nagyon aranyosak voltak. De ezt az ötletet kellene még rendbe hozni, Tádás. Igen. Egészen másképpen hívtuk a rendszerváltás előtt, ugye ezeket a programokat. Voltak gyakorlatilag kötelező részvétellel járó programok, amire sok esetben ugye szinte kényszerítették a vállalatnak a munkatársait. Ezek a kommunista szombatok? Ezek a kommunista szombatok. Ez meg a kapitalista péntek volt, nem? Ez meg azt is lehet mondani, a kapitalista péntek, de nagyon nagy különbség, egy alapvető különbség van a kettő között. Itt ugyanis tényleg önként vannak a munkatársak. Itt senki nem kényszeríti ezeken a programokon a munkatársakat a részvételre, tehát ők választhatnak a rendes munkájuk között, mondjuk egy pénteki napon, vagy választhatnak az önkéntes tevékenység között, sőt vannak olyanok is, akik hétvégét is áldoznak ilyen tevékenységre. Az önkéntesek állandó szakértője F. Tóth András szerint a vállalati önkéntesség Magyarországon is egyre népszerűbb a cégek körében. Nem véletlenül. Éppen ez a cég végzett olyan felmérést a dolgozói körében, amely kimutatta, hogy jó hatással van. Például a probléma megoldó képességre, ha közösen önkénteskednek. Ennek igenis van hatása a piaci teljesítményre, a bevételre. Hát ilyen tekintetben ezeknek a vállalati önkéntes programoknak van hatása arra, hogy hogyan prosperál a cég, és ez nagyon fontos, és ez, amit szerintem egyre többen kezdenek megérteni Magyarországon is, hogy ez nem szimplán jótékonykodás, ez nem csak arról szól, hogy jó érzés jót tenni, hanem ez az üzletről is szól. Legyetek felkiáltó jelek, ez a szerintem igencsak találó mondat a mottoja. Én már évek óta a Református Szeretetszolgálat önkéntes hétvégéjének az egész Kárpát-medencében. Felkiáltó jelből pedig bőven van, több mint 10.500-al jelentkeztek erre a feladatra. Közülük néhányal ülök itt a Budafoki óvodában, és nem sokára munkába is állunk. Minden kicsi gyereket, Jézus szeret, minden kicsi gyereket, Jézus szeret, minden kicsi gyereket. Minden kicsi gyerek hozzá. A bizonyíték arra, hogy az önkéntesség kortalan. Ezek a 4 és 5 éves óvisok a szabadidejük terhére, és nagyobb nógatás nélkül önként segítenek a másikon. Egy jó ügy érdekében. Azaz, hogy rend legyen végre az óvoda tőszomszédságában álló szociális intézmény udvarán. Szia, zavarhatunk gyerekeket, pillanatot titeket? Mit csináltatok ma délelőtt az oviban? Szövetet szedtünk össze.
Igen, még ott kint egy sátor. Kaphatok egy lapot? És élveztétek? Igen. Mi a jó benne? Hogy összeszedjük a környezetet. Igen, és abban mi talált egy óriási nagy dobozszilánkot, ami még nem volt összetörve. Én bárhova nézek, csak kamerásokat látok. Hát igen. De kinek szoktál segíteni? Hát mindenkinek. Otthon? Anyának főzni, takarítani, meg mindent. És miért jó segíteni? Mert segítünk a szüleinknek. Hát ez igaz. Szereteni! Én azt látom, hogy imádták ezt a gyerekek. Ugye egy pillanat alatt fölveszik a ritmusát a munkának, már ha ez munka egyáltalán. Igen, hát nagyon jó segíteni, és mi is próbáltunk az előző napokban is még többet beszélgetni erről, hogy mi ennek a napnak a lényege. És hogy nem csak ezen a napon kell ilyen hidakat építenünk az emberek felé, hanem nap mint nap, folyamatosan is igyekeztünk motiválni őket, hogy majd sokan elmennek iskolába, és hogy ott is igyekezzenek ezt a szeretetet átadni. Az óvodások mellett a Rózsa kerti általános iskola diákjai is átkeltek a Szeretet hídon idén, május 20-án. Ebben az iskolában kiderült az is, nem csak az én gyerekkoromban, a 80-as években lehetett sok papírt gyűjteni, de bizony még az internet korában is. Lányok, a szivacsal elég, nem kell dörzsizni. Dominika, szivacsal légy szíves. Nem bánod, hogy nem kell ma tanulni? Nem. Nem bánom. És otthon szoktál segíteni egyébként? Takarítani ugyanígy, mint mi is most itt? Hát, attól függ, hogy mennyire van kedvem hozzá. Tulajdonképpen ezek a mostani programok, amiket most is látunk, amiket most is elkezdtünk, azt a célt szolgálják, hogy kimozdítsuk magunkat a testpedésből, hogy megpróbáljunk segíteni másokon, megpróbáljunk olyan dolgokat csinálni, amit a hétköznapokban nem mindig tesznek az emberek. Fiatalok nem csak az iskolát pucolták ki ezen a napon, de még arra is vállalkoztak, hogy a közeli értelmi fogyatékosokat szórakoztassák egy előadással. Elég nehéz ilyen helyzetbe, de hát szerencsére jól tudtunk szerepelni, és szeretetet is tudtunk adni. Az idei, immár negyedik Szeretet hídon 286 feladat valósult meg, nem kevesebb, mint 143.832 elvégzett munkaórával. Az önkéntesek által termelt érték pedig 71.916.000 forintot tesz ki, a szervezők gyors mérlege szerint. Hát a felkiáltó el az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez nem csak egy lehetőség, azt jelenti, hogy ennek sokkal többnek kell lenni, ez talán kötelesség is. Mi református emberek azt valljuk, hogy mindent úgy kapunk. Amit kapunk, azt tovább kell adnunk. Azért kell továbbadnunk, mert van, aki ezt várja tőlünk, és van, aki ennek erre van szüksége. A felkiáltó el azt gondolom, hogy ezt jelenti. Ez volt az önkéntesek júniusi adása, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Egy rövid júliusi szünet után legközelebb augusztus 12-én jelentkezünk. Facebook oldalunk azonban nem megy szabadságra, nézzék azt is, lájkolják, hogyha tetszik, sőt, jelentkezenek önkéntesnek, hogyha úgy gondolják. Viszlát!